Az univerzum nagyon békés, és nagyon kedves, és türelmes, de tényleg magunkért viszont ki kell állni, és be kell bizonyítani, hogy én igenis csinálni akarom, és nem dőlök bele a konyhaképbe, meg nem hagyom el magam. Ez az áldozati minta, ez egy nagyon érdekes minta, mert sokszor egy nagyon agresszív, ilyen luciferi lázadást bújtat. Hát nekem nincs pénzem. Hát miért nincs? Miért támadod a pénzt? Okay. Mert mondtam valahol, és neki ajtót. Ne justifikáld azt, hogy nincs, hanem keresd meg az okát, hogy miért nincs, és miért jó neked az, ha nincs. Azzal te ki tudsz támadni az Istent és a bőséget. Ne támadd az Istent és a bőséget, engedd el a fekete ruhás Kaisert, fogjál vele kezet, és imádkozz egy másik Istenhez. Ja, az embereket nagyon félrevezették, ezt is látjátok, és nincsenek áldozatok, csak tudatlan programok, tudattalan programok vannak, aminek így a szereplőivé váltunk. Valamelyikőtök kérdezte, hol lehet az áldtechnikáról kérdezni. Megbeszélem én a kollégáimmal, hogy kész van-e az a fülecske. Ahogy ígértem, csinálok majd ilyen rövid videókat, mind a nagy technikáról, ilyen 5 perces videókat, ahol rámutatok nagyon fontos részekre, mert mondok valamit, egy pillanat. Mondjuk itt a quitter, tehát ez, aki mindenből kiszáll, ugye? Ez a piros, ez. És akkor azt csinálja az ember, főleg akik nem hajlandóak egy picit lenyugodni. Nagyon sok ember nincs jól, szorong, fáj a haja, fáj a füle, fültöve, cimpája, még tudod, a szempilla is lefelé görbül, és próbálja a problémát meghaigálni technikákkal. Jaj, ezt a gyenge árnyat, ezt gyorsan integrálnom kell. Igen, és miért? Tessék? Hát mert gyengén tart, nem rossz, de mi vezetett ide? És erről beszélek, hogy ez egy dominós sor. Mi vezetett a gyenge, a mizériában dagonyázó, szenvedő áldozati mintához? Nem ez? Ha csak ezt ütött ki, ezt a dominót a sorból, szerinted mi történik? A sor marad és visszatermeli ezt, amit te próbálsz kétségbe esetten kiütni a technikába. Tehát itt a quitter. Nagyon sok ember ebbe belebotlik. Nem bele kell, hogy remélem, hogy mindenki bele fog botlani, mert akkor fedezzük csak fel, hogy oké, itt most behisztisztem. Ledobta az agyam a láncot. Jön egy hatalmi konfliktus, én leugattam a partneremet. A kutya is menjen a francba, Szibériába. A gyors vonat se elég gyors nekem. Ez a világ úgy szor, hogy van. Már nem érdekel tovább csinálni semmit. És itt a quitter. Kiszáll, kiszáll. Megígért valamit. Fogadalmat tett, de kiszáll. És akkor ugye az ember azt mondja, hogy old meg ezt, gyorsan dobál meg technikával, tudod, egy kis ablaktisztító, meg vegyszer, meg tegyél rá után, meditálj meg, fejjel állsz, meg orron pöröksz, és akkor minden nem lesz jó, az a spiri habogy. Azért jelenik ez meg a quitter, mert félünk az elménkben attól az eredménytől, amifelé tartunk. Most mondok egy példát, meg lesz a saját verziótok. Most emelkedünk. Az emelkedés nagyon fájdalmas, a test, az izületek, a szerveink mozognak. Tehát egy ilyen még nem volt a teremtés történetében, de aki ettől fél, aki erre nem érzi magát méltónak és érdemesnek,
az ki fog szállni. Magyarul, van egy méltatlan és egy érdemtelen előtörténet, azaz egy árnyunk, egy nagyon mély árnyunk, egy tő árnyunk, ami ott rezeg, szépen, hangosan, vagy nem olyan hangosan, de súnyin ott rezeg, és arra van programozva, hogy téged, minket szabotáljon. A méltatlanság és az érdemtelenség árnya. Tehát mikor belemész ebbe a gyenge, cirkuszos energiába, ne ijedj meg, és ne utasítsd el, tudd azt, hogy ez megmutatja neked azokat az alsóbb érdemtelen rezgéseket, amiket már millió inkarnációt hordozunk, tehát hatalmas ajándéka van. Tehát a Quirinnek az ajándéka, hogy rámutatott az érdemtelenségünkre, rámutatott a méltatlanságunkra, és ezt kompenzálja ez. Ha lenne harmadik kezem, akkor maradna, de várjatok. Mivel ez rezeg, ugyanúgy ez is rezeg, akkor ezt is kompenzáljuk, és azt mondjuk, hogy hát ugye ezt a programot valóra kell váltani, mert az univerzum az egy nagyon precíz logika szerint működik. Tehát, hogyha te nem vagy méltó valamire, akkor az el lesz véve. Az nem fog megvalósulni. Jaj, hát ez olyan mély, Robert, hát nem lehet egy kicsit felszínesebben. Hát akkor kiszállok. Ez nehéz. De ezt nem mondja az ember, mert azért van társadalmi nyomás is, meg én is legszeretek kokizni ilyen gyenge kijelentéseket, és akkor az ember úgy kompenzál, hogy beiktat egy másik, egy árnyat, ami az elfoglalt. Erre mondtam többször, hogy igen, jön a kutyus, megszabjuk, birkát is vettünk. Olyan finom a kecsketej, nagyon szeretjük. A volt főnököm, anyósa, az elhúnyt. Olyan buta kifogásokat talál az ember, hogy magát elfoglalva tartja ez a bízi, és igazán az egész csak azért történik, azért pazarolja az ember az életét, mert ez az eredeti érdemtelenség, és ez az eredeti méltatlanság viszi az egész életét, ez irányítja. Jó? Tehát itt egy kompenzáció. Méltatlanság, érdemtelenséget kompenzálja ez a Quirr. Ezt kompenzálja az a kis hisztis picsa, aki ja, hát nem érted, beszól, cirkuszol, kifogásokat talál, és akkor erre, mikor már nem bírjuk már a... mert nincs több lánc, amit az agy ledobna, akkor bedobjuk ezt, az elfoglalt vagyok. És erre mondom az ego, hogy időpazarlógép. És akkor én a szerencsétlen ezután. Jaj, hát én mindent megpróbáltam. Hát ismersz, Robert, hát én egy olyan szeretetreméltó és szeretet adó lény vagyok, Robert. Magas rezgésem van, Robert. Jó. Jó, és az egész méltatlanságunkat kompenzáljuk, és akkor végén beérünk abba a sárga mezőbe, ami, mit tudom én, ötödik lépés, vagy hatodik, kinek hány, és akkor megmagyarázzuk magunknak, hogy kicsi én, pénzem sincs, mert mindent megpróbáltam, és az egót rágyújt egy szivorra, azt mondja, hogy annyira jókat mondasz, annyira értesz az élethez, ez fantasztikus. Én adok neked egy fizetésemmel, és kérlek, oszd meg ezt a hatalmas tudást. Mert ebből a sárga mezőből, ebből olyan jól lehet tolni az észt. Erre szüksége van a nagy többségnek. Megteszed? Hát hogy ne? Hát pénzért bármit. És akkor megszületik a kurva árnya pénzért bármit, és az egész avalanche, az egész hóvihar beindul. Jó, így működött az ego világa. És azért kell kiszállni ezekből az árny ilyen viselkedési mintákból, mert ez minden csak nem igazság. Ez minden csak nem jó neked. Ez nem jó a társadalomnak, nem jó az egészségünknek, és nem jó az anyagiaknak. Durva mi? Tehát így működik, hogy az egész életünk egy ilyen 10 000 darabos, mozgó, mozaik, ami ezt megüti, azt megüti, mindegy, ezek dominósorok a terepasztalon, így föl van állt, és akkor így megy, és azt tudod csinálni, amikor te önmunkát végzel, de profi önmunkát, azt mondod, figyelj,
túl nagy a cirkusz. Kiveszem, puf, téged is kiveszlek, nem tetszel, puf, és így elkezdjük ezeket a dominókat levenni úgy a terepasztalról, hogy már ne üsse állandóan meg azt a másik francos dominót. És mikor elfogy, már épp elég ahhoz, akkor már elég távol lesznek ezek a dominók, és nem tudja meg ütni és beindítani ezt a romboló processzt, ezt a romboló folyamatot. Jó, tehát ez a lényeg, hogy nem baj, ha nem értetek hozzá. Mondom, ez egy idegsebészete, nem kell idegsebésznek lenni, csak tudd azt, hogy van egy előzmény, és utána van még egy a mögötte utána lévő kompenzáció sorozat. És ha ezt tényleg ismered, akkor boom, ezt ki lehet vasalni. Tehát aki velem dolgozott így privát üléseken, meg így a tanfolyamokon, azt tudja, hogy olyan szinten belenyúlok ilyen 20-30 árnyi történetbe, ami aztán persze kiüt. Nem tudom, hányan érzékeltétek, hogy csináltok egy-két árnyintegrációt, és utána olyan érzésed, mintha tekilától berúgtál volna. Jó, tehát az egy nagyon jó jel, hogyha van ez a tekilás, másnapos fejfájás, azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csináltál, valami tényleg integrálódott. Jó, gyerekek?